fentről zúdul a szó, piszkos szűrbe áll, haragos gyarapó, ki lent a mélyben jár, hol a szabadító remény. A történelemben a lehető legveszélyesebb dolog az, ha egy nép elfárad. Ami Szlovákiában most történik a magyarok irányában, az a fárasztás. Látják, hogy mi van országos szinten? Van egy buta, magyar ellenes, nacionalista politikát folytató kormány. Van egy Nyitra megye, amelynek a határait nem mi szabtuk meg, és nem igazán jók ezek a határok, de működik, és valóban jogkörei és pénze van a megyei parlamentnek. Ebben a Nyitra megyében mi történik már második alkalommal? Föláll velünk szemben egy szlovák nemzeti fal. És most azt nézik Pozsonyban is, azt nézik Nyitrán is a szlovák urak, hogy ebben a helyzetben a magyarok mit fognak csinálni. És hölgyeim és uraim, ebben a helyzetben a magyarok tehetik a következőt. Ad egy, otthon maradnak. Azt mondják, hogy nem érdekel minket november 14-e, nem érdekel minket a megye, tütyörök rá, elegem van a politikából, a közéletből. Ezt lehet csinálni, csak hogy mi fog akkor történni? Az 54 hely, ha esik, ha szakad, az 54 hely el lesz foglalva a megyei parlamentben. És ha mi nem megyünk el, kik foglalják el? Mások. Jó ez nekünk? Jó megoldás az, hogy otthon kell maradni, vagy otthon maradni? Azt hiszem, hogy nem. Azt hiszem, hogy akkor úgy desifrálnák, úgy értelmeznék a másik oldal, a szlovák oldal is, de azt hiszem, hogy talán mi magunk is úgy értelmezhetnénk ezt a hozzáállást, hogy föltettük a kezünket, megadtuk magunkat. Márpedig meg akarjuk magunkat adni? Nem. Soha. Ugye ilyet nem csinálunk. És ha elmegyünk szavazni, akkor kire szavazhatunk? Elvileg minden állampolgár szavazhat a szlovák nemzeti koalícióra. Nem hinném, hogy most önöket arról kellene meggyőznöm, hogy hát ilyen butaságot magyar ember nem csinálhat. Mi marad? Maradhatnak a függetlenek. Azon a listán lesznek független nevek is. De hölgyeim és uraim, ugye egy 54 tagú parlamentben bekerül egy független, meg még egy független, meg még egy független, mit tud az elintézni? Ki tud az képviselni az esetleges saját érdekein kívül? Tehát én úgy gondolom, hogy a függetlenekre leadott karika, a függetlenekre leadott szavazat, kidobott szavazat. Az nem garantál semmit. Sem a jövőt illetően, sem a jelent illetően. Önök, a szlovákiai magyar választópolgárok szavazhatnak még egy irányba. Igen, nagyon nagyon sajnáljuk azt, hogy néhány kollégánk elhagyott bennünket, és most szembe jönnek bennünket. De kedves barátaim, köztünk és köztük van néhány nagyon egyértelmű különbség. Az első az, hogy ők egy ilyen vegyes fölvágott szlovák-magyar párt. Azt mondják, hogy egymás közt is beszéljünk szlovákul. Mi a szlovákokkal meg akarunk egyezni, ki akarunk egyezni. De nem úgy, hogy feladjuk magunkat. Az út közepéig a másik oldalnak is el kell jönni. Mi a tiszteletet mindenkinek megadjuk, de vigyázat! A tiszteletet önmagunkkal szemben is megkívánjuk. Nem ez az út, nem az az út, hogy akkor leszünk jó magyarok, vagy szlovák magyarok, szlovenszki magyari, ahogy mondják, hogyha mi elkezdünk egymás közt szlovákul beszélni. Nem jó. Még egy nagy különbség van köztünk, kedves barátaim, azért nézzünk szembe önmagunkkal és a helyzettel. Ez a csapat nem csapott be senkit. Itt most nem csak kampánygyűlésről van szó, és nem csak arról, hogy elmondjuk önöknek, hogy legyenek szívesek elfáradni november 14-én a választásokra, hanem egy társadalmi szerződésről. Mi önöknek ígérünk valamit. Mi önöknek, leoda tesszük önök elé a programunkat. És úgy a tisztességes, hogy ezt a programot betartjuk. Mi el akarunk jönni ide önök elé jövőre is a választásokon is, meg 4 év múlva is, meg 8 év múlva is. Mi nem árultunk el senkit,
nem mentünk el senkitől. Én azt hiszem, hogy ez a bűcsapat a szlovákiai magyarság egyetlen bűcsapata. Tehát ha egy végignéztük azt, hogy mit lehet csinálni november 14-én, akkor a szívünk is, és az eszünk is azt mondja, hogy egy dolog a tisztességes, és egy dolog az okos, azt a 10 percet, ha esik, ha fúj a szél, rászámni arra, hogy elmegyünk az urnákhoz, elmegyünk a választóhelyiségekbe, és hölgyek, most nem mutathatják az erejüket. Több férfi elnökjelölt van, de csak egy nő. Ha mi a bíróágika mellé odaállunk erőteljesen, és egy alacsony részvételi arány mellett, egy alacsony átlagos részvételi arány mellett, egy jobb magyar részvételi arány képviselnek, itt van az esélye az Áginak. Áginak első körben van esélye, kérjük tisztelettel a kettest karikázzák. Utána pedig annak alapján, amit mondtam, arra kell vigyázni, hogy ne szóródjanak szét a szavazatok. Tehát itt van a 8 szám. Ezt a 8 nevet, ezt a 8 számot bekarikázzuk, és tettünk valamit magunkért, közösségünkért és a jövőért. Hölgyeim és uraim, mondhatom azt, hogy hajrá Ógyal, és mondhatom azt, hogy hajrá Magyarok. Mutatjuk azt, hogy elmegyünk. Köszönöm szépen!